Nyakunkon az idei öttusa szezon Kovács Sarolta és Demeter Bence, az Alba Volán SC versenyzői pedig keményen edzenek. Most még itthon, de január második felét már Tatán töltik edzőtáborban. Február elején pedig Budapesten lesz jelenésük fedett pályás versenyen. Utána pedig a tengeren túlra Kolorádóba utaznak. December elejétől most már teljesen intenzíven tudok edzeni, úgyhogy a felkészülést azt így elkezdtem. Hát már hamarosan itt van az első versenyünk, február elején a fedett pályás, úgyhogy most arra készülünk, igazából még hosszabb, erősebb, intenzívebb edzések vannak. Jövő héten lesz két hét Tata, utána lesz egy fedett pályás szokásos verseny, majd Kolorádóban még két hét edzőtábor, és utána az első világkupa, úgyhogy azért még van még apró hibákat, amiket ki kell javítani, de szerintem jóta haladunk. Az Alba Volán ötusázói már jó ideje készülnek az előttünk álló szezonra. A szakosztály versenyzői ugyan még elsősorban a fizikai felkészülésre koncentrálnak, de a fejekben már talán ott motoszkál, jó lenne végre versenyezni. Lassacskán már igen, volt egy ilyen apróbb Heraklész, ahol úgymond felmértük a tudásunkat, hát ott ahhoz képest az még sokat kell dolgoznunk, de én már várom ezt a fedett pályás versenyt. Az év főversenye természetesen idén is az Európa, valamint a világbajnokság lesz. Bence és Saci is bízik a jó szereplésben, sőt, az éremszerzés sem kizárható a kétfehérvári klasszistól. Szeretnék azért, hogy az első 8-ba lenni mind a két versenyen, annak nagyon örülnék. Szeretném, hogyha addig, mert tényleg 100%-os legyek. Elkezdtem az edzéseket intenzíven, mert tényleg nem érzek semmi fájdalmat, normálisan tudom mindegyik számot csinálni, de még nem érzem magam ott, hogy tényleg 100%-os legyek, és hát az a célom, hogy tényleg amire elérem az EB-t, illetve a VB-t, addig, mert 100%-os legyek, és hát jól teljesítsek. Nagyon jó lenne, főleg a lelkemnek, így az olimpia után tényleg egy érem. Hát már volt rá példa, a VB második voltam, úgyhogy nem kizárt. A 2012-es esztendőről sem Demeter Bence, sem Kovács Sarolta nem tudott őszintén örömmel nyilatkozni. Reméljük, a 2013-as idény után ez másként lesz.